Három héttel ezelőtt még a nyíregyházi NB2-es GLPS-e csapatánál tréningezett az élvonalbeli röplabdával másfél évvel ezelőtt szakító Veres Péter, aki három másodosztályú meccs erejéig a pályára is visszatért. Azóta eldőlt, hogy az Olaszországban, Spanyolországban, Oroszországban és Lengyelországban is légióskodó korábbi is játékos, a magyar férfi válogatott mellett dolgozik majd a jövőben. A hivatalos megnevezése csapatvezető, de több területen is segíti majd az argentin szövetségi kapitány Juan Manuel Barial munkáját. Igen, annak idején megkeresett az edző, hogy szeretné, hogyha edzésen segítenék neki, mint edzőként, tolmácsolásban, a játékosokkal külön foglalkozni. Gondolom ezáltal a szövetség kapott az alkalman, és csapat mellé úgy is kell egy vezető, tehát nekem a hivatalos titulusom az egy csapatvezető. Veres Péter 108 alkalommal szerepelt a válogatottban, amelyel azonban kiugró sikert nem tudott elérni. A Nemzeti Együttes legutóbb 15 évvel ezelőtt jutott ki az Európa-bajnokságra. Minden sportolónak az, hogy felhúzza a címeres mest, az eleve egy nagy sikerélmény, kiváltságot jelent. Sajnos nekem nem sikerült ezt pozitív irányba, úgy értem, hogy eredményt elérni. Nem tudom, most ezzel a lehetősége mindenképp élek. Megpróbálok, amit tőlem telhetőt segíteni, úgy edzésem, mint pályán kívül. Úgy gondolom, hogy még ennek a válogatottnak még nincsen meg a nagy esélye, hogy szép eredményeket elérjen, de ha szépen felépítjük egy új stáb van most a válogatott körül, akkor egy pár év munka után szerintem megérhet a gyümölcs. A magyar válogatott április végétől a Dunai városban edzőtáborozik, majd május végén Észtországban játszik világbajnok is elejtezőt. Júniusban Nyíregyházára teszi a székhelyét a csapat, ahol egy Európa Liga tornán is részt vesz majd Juan Manuel Barial együttese.